Málló külső vakolat, elhasználódott, töredezett csempék a falakon és a padlón, előregedett elektromos rendszer és elkorhadt fanyilászárok fogadták azokat a betegeket már hosszú évek óta, akik a Jussz Gyula utcai rendelőbe jártak házi orvosukhoz. Az intézményben korábban se klíma, se mozgáskorlátozott WC, se riasztó nem volt. A hagyományos felújítási munkálatok mellett a makói kivitelező Sapivil BT munkatársai ezt is megcsinálták. Ledúrtuk a falakat, a falak kaptak, ahol kellett új vakolatot, gépészet, az külsőleg lett szerelve, villanyszerelés az falba sűjesztve, gyenge árammal, RJ45-ös hálózattal, riasztórendszerrel, ajtók felújítva, kaptak hangszigetelő anyagot az orvosi rendelők, külsőleg, mint mondtam, új nyílászárók, itt is, az emeleten is, és egy külső hűszigetelést, amivel bízunk benne, hogy a jövőben sokkal jobb fűtési értékeket fogunk elérni, spórolni fognak az önkormányzat részére. Méghozzá a szakmai becslések szerint akár felére is csökkenhet a havi fűtésszámla a szigetelésnek és a műanyag nyílászároknak köszönhetően. Ezek tartják a meleget. Télen pedig a hűvöset, ugyanis ezentúl klíma is szolgálni fogja az itt dolgozó két házi orvos és a betegek kényelmét. A mozgássérültek számára pedig speciális mellékhelyiség készült. Az intézmény Kádár József települési képviselő körzetében található. Elmondása szerint az itt lakók nagyon várták már, hogy hosszú évtizedek után megújuljon az épület. A Makóváros önkormányzata elkötelezett az egészségügyi ellátás színvonalának javítása mellett. Én úgy gondolom, hogy az előző városvezetés az abszolút nem törődött az egészségügyi létesítmények felújításával, illetve állapotával. Szerencsére most 2014 óta sok intézkedés történt, mind a betegek, mind pedig az orvosok ellátása érdekében. Ilyen volt a Holnosi Kornélia utcai épület felújítása, ahol már 21. századi körülmények között folyhatnak a rendelések, de ide sorolható az orvosok iparűzési adó alól való mentessége, vagy a legkisebbek számára ingyenesen biztosított bárányhimlő elleni védőoltás is. A következő nagy projekt pedig a Calvin utcai rendelő újjáépítése lesz. Itt jelenleg a tervek egyeztetése van folyamatban.